Sziasztok! Ma a tökéletes mézes kalács készítésének a rejtelmeibe foglak titeket bevezetni. Egyébként egyáltalán nem nagy ördöngőség, de hogyha eddig nem volt tökéletes receptetek, akkor ez most az lesz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenképpen ki fogjátok próbálni. Szerintem kezdjük is el! Az első lépésünk az, hogy veszünk egy jófajta mézet, és fel fogjuk melegíteni a fűszerkeverékkel együtt. Hozzárakjuk a mézes kalács fűszerkeveréket. Így, hogy felmelegedett a méz a fűszerkeverékkel, jöhet bele a vaj, ezzel már nem melegítjük tovább, hanem csak így belerakjuk, és hagyjuk, hogy a meleg méz az felolvassa a vajat. Amíg a vaj itt olvadozik, addig annyi a dolgunk, hogy kihabosítjuk a barna cukrot 2 darab tojással. Kihabosodott a tojásunk a cukorra, úgyhogy jöhetnek a száraz anyagok, ugye a fűszerkeverék kivételével, hiszen az már ott van a vajas mézes keverékben. Úgyhogy jöhet 1/2 kiló liszt, belerakjuk ebbe a tálba, és össze fogjuk keverni szódabikarbónával. Egyébként, hogyha nincs otthon, akkor sütőport is használhatok, egy ilyen 1,5 teáskanálnyi kb. És természetesen egy csipet só is kell még bele, úgyhogy ezt még hozzáadjuk. Egy kicsit átkeverem. És ami még kell ide, az nem más, mint egy narancsnak arra szelt héja, amitől igazán jó fűszeres ezt a mézes kalács. Lényegében szinte már kész is van a tésztánk, annyi a dolgunk, hogy a habverőfejet azt lecseréljük egy ilyen tésztakeverőfejre. És elkezdjük keverni az alapunkat, hozzákeverjük ezt a mézes kalácsos történetet, illetve utána a lisztet is, és szépen összedolgozzuk a tésztát. Kész is van a tészta. Ez most még elég lágy, úgyhogy ilyenkor én azt szoktam csinálni, hogy ugye vagy pár órára bedobom a hűtőbe, vagy mondjuk a fagyasztóba, de azt is lehet, hogyha mondjuk másnap reggel szeretnétek megcsinálni, akkor mondjuk egy péntek este begyúrjátok a tésztát, bedobjátok a hűtőbe, és akkor másnap reggel már akár lehet is szaggatgatni a gyerekekkel, de mondom, az is működik, hogy bedobjátok a fagyasztóba, és akkor is tökéletes lesz pár óra múlva. Két részre kell osztanunk a tésztát, illetve nem muszáj, de szerintem sokkal egyszerűbb utána így dolgozni vele, ugye sokkal szebben lehet így nyújtani, kisebb területre kell kinyújtani, úgyhogy én általában így szoktam csinálni. Szépen befóliázzuk, és aztán mehet is a hűtőbe. Ki is vettem az egyik tésztát a hűtőből. Lisztezett felületen kell természetesen ezt is kinyújtani, mint általában a pitéket, meg mindenféle ilyen linzertésztafélességet, vagy akár kekszeket is. Úgyhogy jól belisztezzük a felületet, és ki fogjuk nyújtani nagyjából ilyen 2 mm vastagságúra. És jöhet is a szaggatás. Nagyon kedves kis formákat találtam, az egyik kedvencem, amit először fogok kiszaggatni ebből a mézes kalácsból, az nem más, mint az alpaka. Kedvenc jószágom! Kiszaggattam az első kört, úgyhogy mehet be a sütőbe, 180 fokra előmelegített sütőben, nagyjából egy ilyen 8-10 percig fogjuk őket sütni, és nagyon szuperek lesznek. Kisültek a mézes kalácsaink. Ugye ketté osztottuk a tésztát, az egyik tészta még mindig bent van a hűtőben, úgyhogy nagyjából azzal számolhatok, hogy egy ilyen adagból 4 tepsinyi mézes kalácsotok lesz. Viszont szerintem még ez így nem kész mézes kalács, hiszen hiányzik róla cukormáz, úgyhogy most el fogjuk készíteni a cukormázat, és ki is díszítjük, és szerintem így igazán tökéletesek a mézes kalácsok. Úgyhogy a cukormázhoz kell 1 darab tojásfehérje, illetve kimérjük előre a porcukrot. 200 g kell az 1 tojásfehérjéhez. Most elkezdjük kihabosítani a tojásfehérjét, és amikor már elkezdett ilyen kicsit ilyen fehérebb állagot felvenni, akkor hozzáadagoljuk a porcukrot. És a végén még pár csepp citromlevet adunk hozzá, és ezzel kész is a cukormáz. Kész is van a cukormázunk. Nagyon szuper lett a díszítéshez teljesen jó, úgyhogy belemegy habságba. És kidíszítjük a mézes kalácsokat. Nézzétek
Nézzétek, mennyire cuki kis mézes kalácsokat tudtok majd ti is csinálni ezzel a recepttel. Cukormázis tökéletes, illetve a mézes kalács is nagyon szuper jó, puha, kellően fűszeres, úgyhogy szerintem tökéletesek. Ráadásul, hogyha belerakjátok egy kis fémdobozba őket, akkor pár héttel karácsony előtt is elkészíthetitek, mert tuti, hogy eláll. Készítsétek el ti is karácsony előtt, már kóstoljátok meg, küldjetek fotókat, kommenteket, és főzzetek nagyon sokat. Sziasztok! A karácsonyi recept támogatója a Kotányi. A receptet a koronás cukor támogatta.